A stílus az egyetlen módja annak, hogy elmond ki vagy, anélkül, hogy megszólalnál, mondta Rachel Zoe. Ennek a kis autónak bizony van stílusa. MG3 Hybrid Plus. Mellette Puskás Kata Szidónia vezet, és el fogja nekünk mondani, hogy milyen meghajtású MG-k léteznek. Ugye az MG-nek van már benzines, plug-in hibrid, teljesen elektromos verziója, és most itt van az öntöltő hibrid. Az öntöltő hibrid az például olyan, mint a sportperd, a stábautója, a Suzuki Swiss. Elektromosan is megy, benzinnel is megy. Egy 1500 köbcentis benzinmotor az, amire egy komoly elektromotor, egy viszonylag nagy elektromotor is rásegít, és egy 1,83 kWh-s akkumulátor az, ami még benne van ebben a kis autóban, és ami hajtja ezt. Pontosabban tárolja az elektromos áramot, amely hajtja az elektromotort. Egyébként, mivel elég nagy az aksia, ezért 60 km/h-ig képes pusztán elektromosan menni. Szerintem egy nagyon kompakt, helyes kis autóval állunk szemben. Kényelmes, modern kis autó. Egy pici infotainmenttel, néhány zongoragombbal, ami azért szerintem nem árt, hogyha van és nem mindent a képernyőre tesznek. Mondjuk azt, hogy a klímát rátették a képernyőre, az nekem annyira nem jó, de hát szerintem azt, hogy nekem a kiszámít és mi nem, az rajtam kívül senkit sem érdekel. A rendszer teljesítmény 195 lóerő. Ami azért egy kis autónál, legyünk őszinték, elég jó. Pláne úgy, hogy felszereltségtől függően nagyjából 1300 kg a súlya mindösszesen. Hossza 4 méter 10 centi és 180 cm a szélessége. A belseje abszolút tisztességes munkáról árulkodik, nem zörög, nem csörög, és szépek az illesztések is benne. Nincs az a céllövölde hangulat, mint például a BYD Atto 3-ban, labda, bicska, kis talicska, gitárhúrok, de hát kinek mi tetszik. A csomagtartója is elég tisztességes méretű, nem a legnagyobb, de hogyha ennél nagyobb lenne a csomagtartó, hova is tehették volna az akkumulátort. És mint tudjuk, az akkumulátor egy hibrid autónak elengedhetetlen kelléke. Az utastérben is van hely bőven, itt érezni igazán, hogy annyira nem is kis autó. 8 másodperc alatt éri el nulláról a 100-at, a végsebessége 170, és most jön a lényeg, a fogyasztása, hát ha minden jó, akkor 4,5 liter. Azért az egy elég jó fogyasztás. Meglehetősen csendes ez a kis nagy MG modell, hiszen 120 km/h sebességnél 69 decibel a zaj szintje. A váltógombja olyan, mint egy Jaguaré, pontosabban régen ilyenek voltak a Jaguar váltógombjai, ami nincs mit csodálkozni, hiszen az MG ugyan már kínai kézben van, de eredendően angol. És az idén 100 éves márka, azt gondolom, hogy a jubileumi évében meglehetősen érdekes modelleket hoz ki, és úgy gondolom, hogy az MG3-mal abszolút számolnunk kell. Egy jó kis kompakt autó, nem? De. Futóműve rendben van, olyan, ami ennek lennie kell. Az MG3-nak most a bevezető kedvezményekkel együtt az ára 7.990.000 forinttól indul a komfort felszereltségnél. És a komfortban egyébként minden benne van, ami szükségeltetik ahhoz, hogy kényelmesen menjen arrébb az ember fia. Az MG3-nak mindene megvan ahhoz, hogy sláger legyen a hibrid autók között. Pont. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!